Itt üldögélünk a szalmabál a házadban, ami hát nagyon hangulatos és naturista, azt tudom rá mondani, de mielőtt a lényegre térnénk, civil szakmádat tekintve, tehát mivel foglalkozol? Igen, egy környezetvédelmi egyesületben dolgozom, mint környezeti nevelő, illetve van egy olyan része a munkámnak, ami a szalmabál a házakkal is kapcsolatos. Ilyen ökoépítészeti tanácsadás is zajlik a lakossági tanácsadáson belül. Hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy egy ilyen házat építs? Hát ezt egy olyan 10 évvel ezelőtt ismertem meg ezt a technológiát, és az egyesület, ahol dolgozom, ugye ez a tanácsadás, amiről az előbb volt szó, ezzel jártuk az országot, fesztiválokon jelentünk meg, és hát így felkutattuk, hogy külföldön milyen technológiák ismertek, amik a környezetbarát építészet keretein belül zajlik. Hát ez a szalmabál, ez volt az egyik legjobb olyan technológia, ami tényleg környezetbarát, tényleg környezettudatos. És az építésének vannak különböző feltételei? Nyilván, mint egy normál háznak. Itt is építési engedélyeztetési eljárás kell indítani, és itt is tervekre van szükség, a kivitelezés természetesen minden legálisan kell, hogy lejátszódjon. És technikailag nagyobb kihívás egy ilyen házat építeni? Igen, nagyobb, sokkal több odafigyelést igényel a kivitelező részéről is, illetve a tulajdonos részéről is, hiszen nem egy ismert technológia. Tehát tulajdonképpen a munkások vagy a szakemberek kevésbé ismerik még ezt a módszert, meg kell nekik tanítani, oda kell rájuk figyelni, és ilyenkor lép közben ugye a tulajdonos, akinek ha van ideje, akkor végig kell, hogy kövesse a folyamatokat. Hagyományos építészeti stílushoz és feltételekhez viszonyítva, mik az előnyei a szalmabálaháznak és a hátrányai? Hát a legfőbb előnye az mindenképpen a hőszigetelő képessége, hiszen annyira jó hőszigetelő, hogy háromszorosan túl teljesíti a normákat. Tehát amit ma előjönnek egy modern épületre, hogy mennyi legyen milyen legyen a hőszigetelő képessége, azt többszörösen túl teljesíti a szalmabálaház. Illetve, hogyha mondjuk vályoggal kombináljuk, akkor a hőtartó képessége is remek. Ez azt jelenti, hogy amit a saját bőrünkön tapasztalunk, hogy nyáron hűvös az épület, hiszen jól tartja azt a hűvöst, amit éjszaka vagy éppen még télen magába szív. És az anyagi kivitelezése mit akart? Egy drágább vagy olcsóbb? Valamennyivel olcsóbb, hiszen nagyon sok olyan munkafolyamat van, amit az ember saját maga is el tud végezni. Viszont azt szoktuk mondani, hogy inkább ugyanannyiba kerül, mint egy normál ház. Viszont a működtetése a későbbiekben sokkal olcsóbb. Tehát a fenntartás. A fenntartás, így van. Sok pénzt magával. És mi az, amit még hozzátettél saját kezüleg ez a házhoz? Hát mindenképpen, ami az egyediségét növeli. Hát nem csak itt a szalmabáláról van szó, hanem nagyon sok újrahasznosított anyagot használtunk, bontott építőanyagokat, vagy olyan anyagokat, amiket évek óta gyűjtögetünk a párommal, és beépítettük ezt a házba. Ilyenekre kell gondolni. Említetted, hogy nem túlságosan elterjedt dolog ilyen házat építeni. Mi lenne a megoldás erre, hogy hasonlóképpen épüljenek fel házak? Hát ugye a takarékosság meg a természetvédelem szempontjából is. Igen. Hát az embereknek meg kell ismerni. Nagyon sok ilyen ház van Magyarországon is, hát sok 30 vagy 40 ház. Jó lenne, ha látnák az emberek, hogyha éreznék saját bőrükön, hogy milyen egy ilyen házban, hát nem is élni, de mondjuk kipróbálhatnák egy fél napra, hogy milyen egy ilyen ház. Jó lenne, hogyha lennének bemutató házak, nem feltétlenül családi házak, ahol akár ki is bérelhetik mondjuk két napra az emberek, és meg tapasztalják, hogy milyen élni benne, vagy egy építkezést egészen folyamatában látnák, hogy
hogyan zajlik, miért környezetbarát ez, vagy miért jó az embernek érezni azt, hogy a saját keze benne van ezekben a folyamatokban, tehát ilyenekre kell gondolni. De ez, hogyha jól értem, ez szükséges valamelyest egyfajta életszemlélet is. Így van, igen. Hogy az ember ezt meg akarja valósítani, ugye mindezek a függvényében. Meg elhivatottság. És sok szabad idő. Szabad időre kitérve, a ház körül milyen munkák akadnak még jelen pillanatban? Jelen pillanatban ennek a háznak a felét használjuk. Ugye a hátsó rész az még most fogjuk kialakítani a nyáron. Még építeni fogok egy kályhát bele, illetve a burkolás, ami most zajlik, és a meszelés, ami nagyon fontos dolog, hiszen a szalmaházaknál, hogy maradjunk természetes anyagoknál, itt meszelve van, tehát semmiféle műanyag diszperziós festéket nem használunk, hanem ugye hagyományos mészfestéket. Lakberendezés tekintve milyen elveket követsz? Lakberendezésben is törekszünk arra, hogy nagyon sok újrahasznosított anyag legyen, hát újrahasznosított bútor, felújított régi bútor, tehát nagyon szeretjük a régi bútorokat, illetve én nagyon szeretem az olyan megoldásokat, amikor egy tárgyat más funkcióban használunk. Mondok egy példát, hogy van egy gyalupadom, amit be akarok rakni a konyhába, és mondjuk az egy munkapad lesz. Tehát a konyhai munkaasztal lesz az asztalos gyalupadból. Tehát ezeket a megoldásokat is nagyon szeretem. Milyen jellegű ötleteid vannak még ilyen szempontból? Nagyon sok ötletem van, arról majd talán egy másik alkalommal, de elmondok még egyet. Nagyon sok parasztházat bontanak mostanában, tehát nagyon régi vályokházakat, és ezeknek a vályokházaknak ugye nagyon vastag fala van, és ezek olyan ablakokat raktak, ami az egész falat kitölti, és ezek az ablakok kifelé nyíltak általában a külső. És ha egy ilyen ablakot kiszedünk keretestől, és szépen lepucoljuk, a régi festéktől megszabadítjuk, akkor vitrinnek nagyon jó használható, egy falra akasztató vitrinnek. Nem tudom, érthetővel. Abszolút. Egy kis tékaként. Kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi a házépítés csúcspontja? Csúcspontja? Hát, amint a puding próbálja az evés, ugye, amikor már az ember be tud költözni. Persze ezekkel a házakkal mindig van munka. Tehát ezek olyan házak, amikre azért vigyázni kell. Ugye, említettem az előbb, hogy meszelést alkalmazunk. Tehát a meszelés az egy sérülékeny valami. Ha elmegy az ember egy múzeumfaluba, vagy akkor láthatja, hogy ezekkel a házakkal azért ott is foglalkoznak. Hát, tulajdonképpen ez tehát egy csúcspontja az építkezésnek, én mindegyik folyamatát szerettem, vagy mindegyik fázisát, mert mindegyikben részt tudtam venni, hál' Istennek. Hát a meszelés a legjobb, mert az már egy utolsó munkafolyamat.